Márciusban ismét hozzáférhetőek lesznek a hexavalens védőoltások, amelyek egy ideje hiányciknek számítanak a családorvosi rendelőkben. A szérumok hiánya miatt a csecsemők nem kaphatták meg a kötelező védőoltásokat. Az oltások március végéig ismét hozzáférhetőek lesznek, ígérte Florian Boldog egészségügyi miniszter. Elmondta, olyan procedúrát örököltek, amely módosításra szorult, mostanra azonban véglegesítették a tárgyalásokat a gyártóval és a szerződés aláírásra készen áll. Az oltóanyagért fizetett ár változatlan, pontosított a tárca vezető. Tárgyalásokat folytattam a gyártócég felelős vezetőivel, és ugyanolyan árat kaptam, mint a versenytárgyaláson. A szerződést ma vagy holnap aláírjuk, és ahogy korábban ígértem, az oltások az ígéretek szerint márciusban rendelkezésre állnak, a hónap végéig mindenképpen. A hexavalens védőoltást 2, 4 és 11 hónapos korban kapják a csecsemők, és 6 súlyos betegséget előz meg, mint például a diftéria, tetanusz és gyermekbénulás. A szakemberek figyelmeztettek, az oltások hiánya miatt tovább csökkenhet a Romániában amúgy is alacsony beoltottsági ráta.